11 óra 35 perc van, a mikrofonnál Kunzsuzsa, Dic Gusztáv. Nagyon örülök neked, mert évekkel ezelőtt volt egy találkozásunk, vagy lett volna itt, aztán valami miatt elmaradt, de nagyon kíváncsi voltam már, hogy szemtől szembe üljünk így egymással, mert csak azért is, mert az egyik kedvenc filmem a Külön Falka. Külön Falka, igen. Azt nagyon szeretem, azt a filmet, fent van talán a Netflixen, tehát most ott sokan élvezhetik, sok helyen, nem csak én. De hát, mint úgy kerültél ebbe a filmbe, mint nem tudom én, mint véletlenül. Tehát, mint sportoló, mint harcos, mint jiu-jitsu, nagy, mindenféle színes, öves, komoly sportoló. Hát meg igazából Laki Zsuzsi férje. Mint Laki Zsuzsi férje? Ezt nem akartam mondani. Ennek kapcsán kerültünk be ilyen, mondom, ilyen hasznos, ilyen celeb műsorokba, és ebben az egyikben látott meg ugye a rendező, és onnan lettem behívva, következetesen mindent megtettem, hogy ne kapjam meg a szerepet, de végül engem választottak, igen. De nagyon jól játszottál benne. Van-e oka, hogy ilyen jó színész lettél ebben a filmben, hogy esetleg a te saját sorsodban némi hasonlóság, hogy ezt egyszer már átéltem? Hát sok a párhuzam a karakterbe, Tibor és köztem. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez egy ilyen karakter szerep. Jól meglátta bennem ezt a... De mi a párhuzam? Hát én is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen nehéz sorsú, sokszor már annyira nem jellemző, de régen igen agresszív, rosszul kezeltem helyzeteket, embereket én is, és ezt a Hajnalkám a rendező ugye nagyon jól meglátta bennem, és mondom, azzal együtt, hogy nem voltam hajlandó következetesen megtanulni a szöveget, amit átküldtek nekem. Vittem magam helyett embert is, hogy szerintem sokkal jobb lenne, mint én, de nem engedte, hogy kitörölközzek belőle. Az, hogy ez így sikerült, hát ennek igazából Hajnalkám meg az a stába azokkal nem engedett el semmit úgy, hogy az ne tökéletes legyen, tipikus első filmes szívét, lelkét beletette, nem csak ő, a stáb is. Jól éreztem magam a forgatás, majdnem mindenkivel tök jól megtaláltam a hangot, nem mondom, hogy mindenkivel, de akkor az nem is én lennék. És így ez így együtt hatottunk, együtt működtünk, és ez így hatott látszólag. És ezek után nem kaptál még ajánlatot filmre? De Isten, most fejeztem be egy... Befejeztél? Dán norvég filmet, igen, abban ősember voltam. De és most már megszeretted a színészi munkát? Tehát most már nem hárítasz? Hát ez... Találkozom egyre izgalmasabb emberekkel, színészekkel. Most például volt alkalmam forgatni Kismarival. De voltak más neves színészek is, akik nekem nagyon sokat segítenek itt kell is, mert hogy itt igazából ős emberek vagyunk, hogy gyakorlatilag egy kitalált halandzsa nyelven kommunikálunk egymással. De legalább nem kell szöveget tanulnod. Hát nekem ugyan nem kellett, de volt, akinek kellett, nem járt jól vele, azt el kell, hogy mondjam, mert ezt a bele se kezdek, mert kitörik a nyelvem, szóval, én nem bánom, hogy nem egy ilyen szöveges szerepem van a filmben. A lényeg, hogy ugye hát ugye ős emberek vagyunk, mindent el kell játszani, mind mozgásban, mind mimikában. De hát abban nem vagy rossz a mozgásban, tehát ott azért hát, ez az erősség, ez a mozgás. Ez a filmből kiderül. Hát nem ugyanaz a mozgás, ez mindegy, egy izgalmas feladat volt, az egész biztos, és hát gyakorlatilag jön a folytatása, ugye a mellékhatásnak folytatódik a harmadik évada, abban is fogok ugye megint szerepelni, a másodikban már ugye benne voltam, és hát úgy néz ki, igen, úgy adódnak ezek a lehetőségek sorra. És mi van a sporttal? Azt leadtad? Ketrecharc, jiu-jitsu, hát elég jó eredményeket értél el benne. Hát elég jókat az elején, aztán a végén már nem annyira szép volt a befejezés, maradjunk abba, túlhúztam ezt is, mint általában mindent, ez ilyen rám jellemző dolog. Az igaz, hogy volt egy olyan komoly fejsérülésed, ami bezavart hát egy igazság kicsit? Szerint több is volt. Az utolsó három meccsem az nekem három zsinorkáó, aminél már hát az elsőnél szólt az orvos, hogy nem kéne itt ezt tovább nagyon feszegetni az én koromba. De hát azért az ember fejét szétverik, az mindegy, hogy hány évesen. Voltak, történtek ilyen, hogy mondjam, ilyen ijesztő dolgok, amik hát nem is annyira engem, inkább a Zsuzsit, meg a gyerekeimet vitt el otthonról a mentő,
nem egyszer, nem kétszer. De ez a K.O. miatt, hogy kiütött? Hát igazából igen, ezek után kaptam ilyen merev görcsös rohamokat, meg ilyen álló K.O.-im voltak, nem szálltam a lábamon egyenesen, nem szédelektem, csak Zsuzsi kérdezett valamit, és nem tudtam rá válaszolni, csak fölemelni az ujjamat, hogy várjon egy kicsit, mert most éppen frissítek, és majd, hogyha túl vagyok ezen, akkor válaszolok. Szóval volt egy-két ijesztő dolog, de hogy annyira nem hatott meg, és mondom, így hát az utolsó a csúnya káomból a Tomislav Spavovics Linzbe léptem rá egy hátsó kézre, klasszik kocsmai plenyó, ez a nyújtott lábas felborulás, azt se tudott, hogy kiütött le. És hát igen, ott utána nekem fél évet ki kellett volna hagynom, de másfél hónap múlva Bécsbe újra, ketrecbe voltam. Ott is, én azt nézni nem bírom, ezt a ketrec arcot. Ez látványnak is szörnyű. Hát. Nekem ez a brutalitás magas foka. Tudom, hogy nem az, mert Növényi Norbival sokat beszélgettünk erről, meg hát azt hiszem a fia is ezt csinálja. Norbik tehát is így jön. Nekem ez nem jön be. Inkább maradok a balettnél. Meg hozzá nagyon ügyes. Hát igen, a párhuzam és a ketrec harc között ez nagy a szakadék, ez biztos. Én küzdősportokból egy roppant effektív technikának gondolom, egy ilyen, hát igazából egy összetett egy rendszer, mert itt hiába én ugye azért nem is jutottam rá, azt gondolom komolyabb szintekig, mert nekem igazából ez a földharcom volt, meg az állás az hiányzott, ugye állásból is ütöttek le, földön így nem kaptam ki. De hogy a lényeg, hogy igen, elverekedtem én is magamat odáig, ahol már ugye elvertek engem is. Nagyon szerencsére Norbika kint van Angliában, azt gondolom, hogy inkább azok, akik külföldön vannak, külföldre járnak, van lehetőség külföldön edzőtáborozni, akik mögött ott támogatók vannak, pénz van, mert hogy kell hozzá minden kétséget kizárólag, azok fognak benne tudni fejlődni, eljutni valameddig. Most már egyre többet látunk itthon is, Boricsok, Ádám például, de van még pár, sorolhatnám a neveket, akik most már nemzetközileg is egész jó eredményeket hoznak. Valahol azt nyilatkoztat, hogy írsz egy könyvet, nem tudom, hogy megszületette az életedről, hogy a gyerekeid tudják, hogy ki is vagy te valójában, és ebben a könyvben, vagy ebben az életben egy nagyon kemény süllyesztő is benne van. Tehát azért volt neked jó pár olyan éved, amikor nem biztos, hogy dicsekedni kell azokkal az időszakokkal, hogy mi történt, miért jutottál el akkor oda, és hogy másztál ki a gödörből? Ezt is, ezért is akarom ezt így leírni nekik, hogy ez egy ilyen Legenda legyen, hanem ennek akkor lássák tényleg a mélységeit ennek a történetnek. Volt, igen. De mi a mélysége? Mi történt, hogy... Hát nagyon rossz ütemben mondom, pont ugye lakhelyet változtattunk, Budáról Pestre költöztünk. Hát azért ez nem egy katasztrófa. Hát akkoriban még azért Angyalföld egy teljesen más környék volt, mint most, azért most felhígult, teleépítették az egészet, úgyhogy felhígult, de régebben, hogy mondjam, más volt még romantikája, egyébként imádtam, nem baj, bocsánat. A régi Angyalföldek, és hát a brigádokat, srác, barát, mai napig is nagyon sok emberre tartom a kapcsolatot. Más világ volt, egy ilyen... Na jó, de én a gyereked lennék, ezt nem fogadnám el érvnek, hogy azért került borzalmas állapotba az életem, mert Budáról Pestre költöztem. Nem, ez több tényezős a sztori. Ugye Angyalföldre költöztünk, nekem édesapám kapott egy hátsófali szívinfarktust. Általános iskolából hazajövet az utolsó nap. És hát én ezt így nem tudtam jól kezelni. Akkor mondom, elkezdtem egy olyan brigádba, társaságba eljárni, ahol hát... De meghalt az édesapja? Húztak igen magukkal a hülyességbe, a balhékba, a később drogba, mindenben, nem kellett nagyon könyörög nekem azt az elk, hogy mondjam. De ha az édesapád túléli, akkor szerinted ez nem következik be? Ezt nem tudom, mert lehet, hogy akkor is következik, bocsánat, mondom, édesapámmal nekem nem volt, hogy mondjam, túl jó a viszonyom, de ezzel együtt 14 évesen azt gondolom, hogy minden bárki traumatizál, sőt, nem kell ez feltétlenül a gyereknek lenni, hogy az édesapját holtan találja, hogy ezt jól kezelje. Mondom, az iskolában rendre erőszakkal találkoztam,
és egész egyszerűen nem tudtam mást, idővel én is erőszakra, egy erőszakra válaszoltam, reagáltam, és hát elindultam ezzel együtt így a főleg onnantól, hogy drog a lejtőn fék nélkül. Voltál börtönben? Nem, attól is egyébként a drog mentett meg. Azt mondták a bírónő, hogy olyan állapotban, egészségügyi állapotban vagyok, amivel börtönkórházi körülmények között sem tudnak mit kezdeni. Úgyhogy érdekes ez egész, rengeteg a véletlenszerűsége. Hány évről beszélünk, amilyen? 10. Az hosszú azért. Hosszú. 15-től gyakorlatilag kb. Tartott 25-ig ez az időszak. Utána 25-től mondjuk 35-ig a sport, profi sport, kicsit tovább. Mondom, teljesen feleslegesen, de kimaxoltuk. És hát azóta tart ez a színészkedés. És akkor a gyerekeidnek ezt szeretnéd a maga mélységében úgy lenni, hogy nehogy ne bíráljanak, ne ítélkezzenek, hanem lássák, hogy... Lássák, pontosan olvassák, hogy én ezt hogy éltem meg, hogy jutottam ebbe a helyzetbe, hogyha esetleg majd a későbbiekben hasonló helyzetbe találják magukat, akkor ők a megfelelő döntést hozzák. Szerintem egyetlen egy módja az, hogy erről őszintén beszélünk, ha eljön az ideje, akkor személyesen is fogunk, ha megélem. Ha lesz olyan szerencsém, hogy megéljem, nem úgy, mint édesapámnak, azt gondolom, hogy nem árt, főleg erre a világra, ami most jön, valahogy így tudni jól felkészíteni őket. Azt nyilatkoztad valahol, hogy szeretnéd, ha a lányaid elmennének külföldre. Igen. És ezt arra kötöm rá, amit mondasz, hogy nem jó világ jön most. Most sincs már túl jó világ. Nincs. Ennél rosszabb világra gondoltál? Már rég nincs, hogy hát megnézzük, ez az ország is igazából, mint én 15 évesen így fék nélkül áll a lejtőn, nem látom azt, hogy itt semmilyen olyan a megmozdulást, energiát, semmit, amit megpróbálna ezen bármilyen módon változtatni. Látjuk azt, hogy hogyan megy tönkre, hogyan csúszik le az életszínvonal, a minden. Az egész, az én életemből ez az egész utazgatás egy kicsit így kimaradt, kellett volna sokkal többet világot látnom, most is abszolút van rá igényem, és azt akarom, hogy ők is, hogy minél többet lássanak ebből a világból, lehetőség szerint minél több nyelven tudjanak megszólalni, és ha később ők úgy döntenek, hogy Magyarországon akarnak élni, jöjjenek vissza a helyzete. Azt gondolom, hogy igen, és most nincs nagyon miért itt maradni ebbe az országba. És nyitott fülekre találsz, mikor nekik mondod, hogy lányok, menjetek? Ezt nagyon nem fejtegettük a egész egyszerűen a korukból adódóan, de majd amikor eljön az ideje, és túl vannak a középiskolán is, akkor simán el tudom képzelni azt, hogy lehet, hogy a szívem meg fog szakadni, de az, hogy valahol külföldön tanulnak tovább. Amikor én olvastam, hogy Laki Zsuzsi és te egy pár lettél, akkor sok mindenre tudtam gondolni, de az, hogy ti egyek, az nekem nagyon-nagyon messze esett a valóságtól, hogy találkozott ez a két ember így össze? Nehezen. Nehezen? Ezen nehéz volt, ez tök érdekes, mert általában előtte pont fordítva működtek a kapcsolataim, az eleje az látszólag könnyű volt, magától értető, de minden működött. A Zsuzsival pont, hogy nem, nagyon nem. A nem is tudom, hanyadik találkozásunk alkalmával mondtam neki még az elején, hogy nem tudom, hogy életem szerelme, vagy életem gyötrelme leszel, de a végére járunk. Hát és még nem vagyunk a végén, remélem, hogy még csak egy az első harmad vége fele vagyunk. Hány éve vagytok együtt? 14. És miért akartad őt ennyire? Mert a Zsuzsi egy végtelen, hogy mondjam, egy ilyen normális, tisztességes, jóra való vidéki lány, egy kanizsai lány. Egy olyan családból jön, amit abszolút a gyerekeimnek is családmodellként, mintaként szeretném, hogyha ha működne. És mit mond ő, miért van veled? Hát ezt igazából tőle kéne megkérdezni. De biztos megkérdezted már. Nem, egyébként nem kérdeztem nem meg. Kérdezted? Nem. Egy ideje, hogy mondjam, minden magától értetődő, és egyre jobban működik, azt kell, hogy mondjam, hogy szóval, hogy mondom, pont fordított pályán vagyunk, ha nekünk most ível így föl a kapcsolatunk sok szempontból, és mondom, az eleje volt nehéz,
Én úgy tudom elképzelni, mondom, az életünket, ha csak és ki a Zsuzsival akarok megöregedni, mellette akarok meghalni, és lehetőleg mondom, távolabb egy kicsit. Én nem akarom feltétlenül elhagyni ezt az országot, főleg most, hogy édesanyám ugye 82 éves, nem is tehetem. A lényeg, hogy viszont szeretnék, hogy mondjam, távolabb egy kicsit ugye az emberektől, úgy mindentől. Hát elég távol vagy, Gödről jöttél, tehát nem a sűrűjében élsz. Hát most már azért, hogy így nagyon sokan költöznek ki az agglomerációba, ráadásul hát tudom, megálmodtak nekünk egy gyönyörű akkumulátorgyárat. Ennek kapcsán hoztak oda rengeteg koreait, ukránt, románt. Tehát ennek már szemmel látható mindenféleképpen. És nem féltek az akkumulátorgyár káros hatásától, hogy az egészségetekre ez hogy hat? De igazából féltem. A családomat van ennek már, most vannak jelei. Milyen jelei vannak? Hát most legutóbb például ott az akkumulátorgyár környékén a hab, fehér hab jött föl a csatornákon, de egy állandó problémák vannak vele, lesznek is vele, azt gondolom, ráadásul. Hát az, hogy erről mi a véleményem, ezt hosszasan tudnám fejtegetni, hogy miért kell nekünk akkumulátor gyártani. Nem tudom képzelni, mi a véleményed erről. Nem is ez a probléma, hogy nekünk ezt le kell gyártani, majd nekünk kell eltüntetni, és ugye ezzel sokan nem foglalkoznak. Itt 10-20 év kérem szépen, és Magyarország térképe világítani fog a döglött akkumulátoroktól gyakorlatilag, amivel semmit az ég egyet a világon nem tudnak kezdeni. Hogy szeretnél most élni, hogyha mondjuk elmész Gödről előbb-utóbb? Gödről el szeretnék, Verőcét nézegetem. De ez most nem nyomta fel az ingatlan árakat, ez az akkumulátor történet? Én szerencsésen a Dunapart vagyok, a Alsó-Göd Dunapart, ahová így mi relatív messze vagyunk, a két legtávolabbi pontja gyakorlatilag Gödnek. Az a rész, ez egy felkapott rész, ott szerintem annyira még ez az árakon nem látszik meg. A közvetlen környezetét azt gondolom teljesen tönkretett. Szóval akkor hova mennél, bocsánat, mi bele? Hát én most a Verőcébe vagyunk beleszerelmesedve, az az irány, ez a Kismaros, Nagymaros, Verőce, Magyar Kút, ezek a részek, ott találtunk akkora léptékeket, olyan területeket, ahol azért már el tudom képzelni, hogy egymás mellett élünk. Édesanyádat viszed magad? Minden nagyon szeretném, tegnap is volt róla szó, de nem akar jönni az Istennek se. Hát erre mondják, hogy az öregfát nehéz átültetni ezt. Anyám nagyon nehéz, imádom, egy csodálatos ember, de nagyon hasonló, hogy kicsit hasonlítunk szerintem sok dolgokban egymáshoz, ő is amit a fejébe vesz, és ki egyszerűen mozdíthatatlan, ki hiába könyörül. De Gödről Verőcét megtenni neked azért az nem, hogyha bármi van és jönni menni kell, ez nem egy annyira rövid út. Nem, még a Gödről Verőce a gyakorlatilag mennyi 20 kilométer Pesttől, akkor mondjuk 40. Tökéletes közlekedés, ott megy mellett az M2-es, ott megy a vonat, én is egyre többet használom, akkor is nem 20 percet kell akkor vonaton ülnöm, hogyha be kell mennem a nyugatiba, akkor 30 percet, úgyhogy azt gondolom, hogy ez még abszolút egy élhető távolság, de mondom, ott már jóval nagyobb földek, területek, panoráma, ezért akár Dunára rálátásra, igaz, nem közvetlen Dunapart, de ezzel sincs igazából bajom, csendet, békét, nyugalmat szeretnék. Azon gondolkodtam végig, míg beszélsz, hogy szoktál te mosolyogni, vagy nem vagy egy ilyen nagyon mosolygos típus? De egyébként... Elég kemények a vonásai, de gondolom ez abból a sportból is adódik, amit üsztél. Nem annyira sportból, ez abból adódik, hogy én tegnap egy legény búcsúm voltam, egy nagyon kedves barátom legény búcsú, ilyen zebegényben. Kicsit elhajlottatok és ott? Kicsit elhajlottunk, és én gondoltam egyet, akkor jó ötletnek tűnt, hogy én kint alszom egy ilyen hintágyban, és konkrétan arra keltem, hogy kockára fagytam. Igen, kockára. 10 fok van éjszaka. Így van, és hát azt hittem, hogy egy takaró rövid nadrággal elég lesz, púcsú volt rajtam hiába, mert mondom, lefagytak a külői. A lényeg, hogy utána én próbáltam bemenni a házba, csak ott a manusok ott hevertek szerte, szét horkoltak, röfögtek, böfögtek, és nem tudtam. Nem tudtam oda befeküdni, hazamentem, próbáltam kávéval kezelni, amit tőletek kaptam, ez a harmadik, hogy csak nem kapok szívrohamot. De hát igen, most így egy kicsit nehezenben megy el. És akkor miből élsz? Filmezel, de hát ebből azért megélni nem nagyon lehet. Filmezek gyakorlatilag, hát ugye ugyanúgy edzéstartás az... Edzés van, amit te tartasz? Persze, most már csak edzéstartásról beszélgetünk, vannak magántanítványaim is. És Laki Zsuzsi mit csinál?
Hát igazából ő főállású háztartás beli, vagy nem tudom, ez így van igazából, de emellett ő is azért, amit lehet, megtesz, meg hozzátesz, meg hát ugye neki rengeteg ilyen megjelenései vannak, meg ilyen reklámok, meg ilyen, hogy mondják, ez divatos szó, influencerkedik, bocsáss meg, és szóval ugye ebből is azért így van némi kis bevétel. Aztán mondom, most úgy néz ki, hogy egyre jobb szerepeket kapok, egyre több a gázsi is, meglátjuk, hová fejlődik ez az egész történet. Világsztár leszel, bár Hollywoodban most sztrájk van, oda most ne kívánkozzál, Európában legyél világsztár. Nem is ez a sztárság, meg ez a sztárkultusz, itthon szeretik ugye ezt, de mondjuk itt más, hogy mondjam, jelentése van itt igazából, ez hát ilyen óvatos, ilyen fik, nem tudom, minek nevezzem, vérszívásnak, nem tudom én minek, aljasításnak, attól függ ki arra, és milyen környezetben. Ugye most pont ennek kapcsán ez egy tök érdekes dolog, mert például rendszeresen hívnak engem mindenféle ilyen műsorokban, meg akár rádióműsorokban, meg hívtak már iskolákba, legutóbb voltam iskolában, igen, vagy? Előtte voltam börtönbe előadást tartani, azelőtt például visszahívtak arra a drogrehabra, ahol kirúgtak engem, ugye, annó ott kellett. Te a rehabnak köszönheted, hogy letetted a drogot, vagy hogy nem, saját magadnak? Nem, sok mindennek, de ezt belőle beszéltem már rengeteget, nem is akarok ebben most így nagyon belefolyni. Lényeg, szóval, hogy hívnak, hogy erről beszéljek, és egyébként köszönöm meg, hogyha tudok segíteni, akkor persze elmegyek. A lényeg, hogy legutóbb is egy ilyen műsorba véletlenül, ugye rákaiztam magamat, és azonnal beindult a propaganda oldal, és hát ugye kaptam azon a hideget, meleget, hogy a narkós celeb, idézem, a narkós celeb hergeli a magyarokat. Ja, Istenem, ilyeneket nem szabad elolvasni. Mert ugye azt mondtam egy műsorban, hogy én arra nevelem a lányaimat, hogy ha úgy van, akkor föl lehet állni, el lehet menni, és ízé ki kell próbálni magát az embernek, és hozzászólásokban, levelekben, ha elmondtak mindenféle magyar gyűlölőnek, és rám írtak, ugye nagyon kedvesen csókoltatom őket ezúton is, hogy ugye már eltüntetek a családoddal együtt, meg mit tudom én nem vagyok se magyar gyűlölő, se semmi szó sincs. Csak komment gyűlölő legyél, azok kegyetlenek tudnak lenni. Nem, ezt többször megfogadtam már, hogy nem szabad elolvasnom, de néha mégis belecsúszok ebbe a hibába. És itt is elolvastam már, eljutottam odáig, hogy viszont nem reagálok rá. Mert régebben úgy belebeleálltam, most viszont azt láttam, és ezt így köszönöm szépen, mert ez így nagyon jól esik, hogy olyan emberek védtek meg, akiknek igazából nem ismerjük egymást, semmilyen kötődésünk nincsen, úgyhogy hál' Istennek sokan látják ennek a valódi oldalát, a másik, az meg, hogy ő mit akar, meg belegondolni, mit akar látni, az meg az ő dolga, ez az ő meccse, ez az ő házi feladata. Hát neked azt kívánom, hogy minden jókos filmszerepeket és mindenben találd meg az örömöd, meg amit kívánsz magadnak, és egy boldog család életet, ha már ez egy hosszabb küzdelem után sikerült nagyon megvalósítani. Köszönöm Dicz Gusztávnak, hogy itt volt. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. 11 óra 58 perc van, jönnek a hírek. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kun Zsuzsát hallották.